Jó reggelt kívánok mindenkinek! Június 9-én reggel, ez egy Goldezdén fő utcája, korán reggel. Azért ez elmond valamit, nem? Ez elmond valamit azért Londonról. Ez pedig itt a török volt, amelyet itt az a amelyet valóban éjjel-nappali volt, mert ez nem fordult elő, de legyen nyitva. Ez mindig nyitva. Ez mindig nyitva. És itt három ilyen van egyébként. Itt három ilyen van. Itt a következő 100 méterre van, és utána 100 méterre van még egy. Mindjárt mutatom. Ugye baloldalt a kibővített sávban a vendéglőnek a világágyásai, itt pedig 100 méterre a másik bal oldalt, a másik éjjel-nappali, itt, és 100 méterre a következő, ugye mutatom, három éjjel-nappali van itt 200 méteren belül. Itt is ugye a világ kibővített teraszok, amely a sáv, parkolósából van kiharapva. Aztán utána megyek tovább, de ez már nem annyira érdekes. Jó reggelt kívánok mindenkinek, még egyszer. Most már útomból. Kérem szépen, csodálatos szép időnk van, kellemes reggel. Úgyhogy elsőnek nyoma sincs, terült az ég. Ja. Ez a melóhely, ez ötször messze van, mint az előző volt, mégis időben ugyanannyi, vagy jóval hamarabb ér haza. Ugye ott ötig tartott a nem, hogy is, hogy volt az? Igen, fél hatig tartott a munkaidő, hatra értem haza. Itt ötig tart a munkaidő, négykor már tibli, fél ötre hazaérek, másfél órával előbb érek haza, mint ott voltam, és itt is 9 órát jön ebben naponta. Szóval ez a különbség. Gyakorlatilag darúzni kell most még, mert hogy később lesz, mert ezek az aknák, azokat építenek, össze kell majd kötni itt a vízcsövet, amit ástam ki, múltkor, amikor itt voltam, ezt folytatni kell, mert szerintem itt ez jönni fog a vízcső tovább. Itt van a sarkon egy ilyen akna, meg van még több is, amiben vízcső keresztül megy rajta. Most egy ugyanilyet építek itt, ami mögötte van, amit tegnap emeltem be a zsalukat. Hát itt a darúzni kell most egyelőre, ez egy teljesen jó meló. Egyetlen baj van ebben a géppel, hogy rátetted a talpaira ilyen gumibetéteket. Minden másodikra tette gumibetétet, ami elég nagy baj, csak minden másodikon van. Nyilván lehet így olcsó volt, csak hogy. Mivel hogy rátették ezeket a gumibetéteket, hogy az aszfaltot ne bassza szét, ezért a gumibetétet kb. Egy harmad a felület, amire a súly esik. Tehát eddig a teljes lánctalp, ami a súlyjal terhelte a földet, az eloszlott a teljes lánctalp felületén. És ezért könnyebb volt neki fordulni. Mivel most ugye a gumi betétek miatt kevesebb, mint a fele, amire súly esik, így baromi nehezen fordul. Ami azt jelenti, hogy nyomom neki a fordítót, tehát hogy forduljon, és hirtelen indul meg. Mert letapad a gumi valahogy, meg a súly nagyon nagy a súly rajta, hiszen 13 tonna a gép, és fele annyi a felület, ami felfeszít, mint amúgy lenne lánctalpa. Ha csak lánctalp lenne, és nem lenne gumibetét rajta.
kevesebb, mint fele akkora felület. Nyilván, hogy több mint dupla akkora súly esik a felületre, ami ráadásul gumi, és még tapad is. És nagyon nehéz vele fordulni úgy, hogy ne hirtelen forduljon. Ezért aztán nagyon óvatosan kell vele fordulni. Pláne, ha dalúzik az ember, és hord vele valami cuccot felemelve. De hát ez van, nem érdekes a dolog. Nyilván, hogy az aszfaltot ne bassza össze, azért van rajta gumivetét. Tehát annak is megvan a hátránya. Na mindegy, amúgy nem rossz gép ez. Igazából. Na, hát egyelőre ennyi.
see the surgeon aid are behind that cabin there. Oh, yeah. Stand there, but get those two, the sort of two, slightly over that way a bit. You can yeah, see no, them. No problem. You're gonna have to get a left closer to get them in there. Will you reach there? No problem. I'll bring your chair down, that's it. Come on. That's it. Come on. Yeah, that's it. They're about 3.6, so I need to go that way about 1800, 6 foot. Smaller than these are trapped at the inside. Yeah, okay. I'm gonna lift those two big shutters out. Okay. I think they're gonna be broken up at some stage. We'll lift them out for now and put them out somewhere. I no see nothing, you show me. Huh? I no see nothing. I know that, yeah, I know. Yeah? I know. Look that way, tiny bit. On the other bit. I'm not there. Coming back up a little bit. Okay. For some of them, I'd like to let you know everyone around. Yes. Yeah, which one I'd like to know? Oh, I'll be in a little bit of a problem. The first lesson of piano on you. No problem.
Thank you.
falon. Ja, tárna. Back to the same place again. Same place. Maybe I'll move. Mert meg kiállni belőle. Thank you.
I'll take him up, John. I'm gonna just put him up here for a minute, yeah? Thank you.
Mai reggelim. Hát nagyon nagy duranás. Jóféle nápolyt vettem, már csócsáltam belőle. Meg a tejföl. A lengyel tejföl. Iszonyat meleg van. Nagyon már van. Szerintem van vagy 28 óra biztos.
Elég volt, ebben melegben nem lehet enni. Ebben melegben nem lehet enni. Kérem szépen. Elég voltam. Kaját csak kívánja az ember. Ilyen melegben.
Oszhoz. Töltést adom a kamerának. Töltést adom neki, többet fel tudjon venni. Egy dokumentum nem bír ki egy memóriakártyát. Másfél órát tud felvenni egy memóriakártya, az akkumulátor egy órát bír. Akkumulátor ilyen, tehát egy ilyen powerbankot ráteszek, az lök bele annyit, hogy fel tudjon venni teljes memóriakártyára egy másfél órát. Mi van veled a dömperrel? Thank you.
Tökéletesen összezárt. Tökéletesen összezárt.
Scratch off the tight one so I can keep, we keep that clean, I can tip down there and then we can start digging, yeah? Most nem lesz egyszerű történet.